Tömegével érkeznek Magyarországra és Ukrajnából a háborús menekültek. A héten a számuk már meghaladta a 200 ezret. Nagy részük Budapesten keresztül tovább utazik harmadik országba, főleg Nyugat-Európába, de sokan mennek Lengyelországba is. A Klubrádió stábja március 8-án kedden járt a keleti pályaudvaron, ahova folyamatosan naponta több ezren érkeznek, nem csak a magyar-ukrán, hanem a magyar-román határ felől is. Menekültekkel és segítőikkel beszélgettünk. A tegnapi napon egy nagyon intenzív és masszív napot zártunk, ami azt jelenti, hogy nagyon megdöbbentő sors és egyre rosszabb mentális és fizikális állapotú személyek jöttek. Nagyon éhesek voltak, nagyon fáradtak voltak, kimerültek voltak, átfagytak. Itt mi igyekszünk az elsődleges gyors segítségnyújtást megadni, amit tudunk higiéniai termékekkel, babaápolási pelenka adományjal, élelmiszerrel, amit gyorsan el lehet fogyasztani. És hát nagyon hálásak vagyunk mindazoknak, akik adományoznak. Együttműködve a katasztrófa védelemmel, akik szállást igényelnek, azoknak jelezzük, hogy a katasztrófa védelem emberei keresztül hogyan tudnak szálláshoz jutni. Akik az esti órákra itt maradnak, biztosít a BKK itt melegedőbuszt, oda tudjuk terelni, illetve mi itt mindig hagyunk meleg plédeket, párnákat. Hány embert érintett mondjuk tegnap este? Hát tegnap este nagyon drámai volt, szerintem itt a váróteremben közel, hát 40-50-60 ember is lehetett, amikor mi itt elmentünk. Az előző estéken kicsit kevesebb volt, de ugye ez változhat. A Szent Erzsébet Caritas központban is, meg a Caritasban is arra törekszünk, hogy nem csak az egyszerű elhelyezés vagy az étkeztetésbe segítsük őket, hanem például már volt olyan helyzet, amikor a családnak sikerült a 6 gyermekéből elhelyezni középiskolába és általános iskolába, és nyilván magyarul tudó gyermekeket, sőt a anyukát pedig olyan közegbe helyezni, hogy ne érezze magát egyedül. Tehát most képzeljük el, hogy egy vadidegen országba, városba, ismeretlenül nem tudják, hogy mi merre van, hogy kell közlekedni, a viszonyokat. Tehát igyekszünk az önkénteseink és a munkatársaink által ügyintézésbe segíteni, hogy hogyan tudnak munkába állást. Tehát nyilván nagyon fontos az, hogy ne érezzék azt, hogy ők csak egy öntet el vannak szigetelve, hanem segítsük a közösségbe való kapcsolódásukat. Elég nagy trauma az, hogy nekik el kellett jönniük a saját országukból, az otthonaikat, barátaikat, rokonaikat hátrahagyva. Amit mindig tudunk fogadni, szendvicseket, különféle igények szerint gluténmentes, vegán, vega szendvicseket, meg nagyon sok érzékenységgel jönnek, gyümölcs, akkor ásványvíz. Tehát ez is érdekes volt, hogy annyira szomjasak, nem érdekes, hanem látható volt, hogy szomjasak voltak, és vizet vittek, tehát nem is különösebb extra italokat szeretnének.